A tavasz folyamán ismét megújult a 17. kerületi Cimra Gyula általános iskola több tagépülete. A Kép utcai intézmény ugyanis a Budapest Airport ZRT-nek köszönhetően 2021 óta részesül zajszigeteléssel összefüggő támogatásban. Gyakorlatilag a lakosságjavlak szigetelési programot 14 éve folytatja a repülőtér, ajánlja a lakosoknak. Tavaly évben azonban úgy döntöttünk, hogy ezt kiterjesztjük közintézményekre is. Itt elsősorban azért iskolákra és óvodákra kell gondolni, azokra az intézményekre, amelyek a zajvédelmi zónán belül találhatók elsősorban. Az önkormányzatokkal együttműködve végezzük ezt a tevékenységünket, tehát gyakorlatilag az önkormányzatok javaslatára választjuk ki azokat az intézményeket, iskolákat, óvodákat, amelyekről aztán úgy döntünk, hogy megcsináljuk az ablakszigetelést, mert valóban még érintett lehet a repülőtéri zajhatások által. A kibővített program keretében elsőként a Rákoshegyi iskolában került sor a korszerűsítési munkálatokra. A Budapest Airporttal 2021 nyár elején kezdtünk el tárgyalni, mégpedig először a Kép utca 5 alatt lévő épületünknek az ablakcseréjéről. Felmérték a munkálatokat, és úgy döntöttek, hogy nem csak az ablakcserét, hanem a termeknek a teljes felújítását, festést és burkolást is elvégzik. A nyár folyamán ezt villámgyorsan meg is csinálták, úgyhogy borzasztó nagy örömünkre a gyerekek szeptemberben már úgy kezdhették az iskolát szép világos termekben, új ablakokkal, jól záródó, jól szigetelő, hang- és hőszigetelő ablakokkal, és hát nyilván a frissen festett falakon a dekoráció is sokkal jobban mutat. Ezt követően többek között az esővíz elvezetéséről is gondoskodtak a szakemberek. Ősszel, amikor a gyerekek megérkeztek az iskolába az új tanév kezdetekor, akkor egy teljesen megújult épület várta őket. Ezt szerettük volna idén folytatni, hiszen tulajdonképpen itt az utcában 6 épülete van az iskolának, és úgy ítéltük meg, hogy közösen egyébként az intézmény vezetésével, hogy másik épületekre is ráférne az ablakcsere. Ennek megfelelően idén tavasszal számos gyermek, pedagógus, valamint az intézmény dolgozó pszichológusok és konduktorok nagy örömére a Kép utca 13 és 14-es számú épületében valósultak meg fejlesztések 6,5 millió forint értékben. Ez volt az az épület, ahol rengeteg ablak van, és még nem volt egyáltalán ablakcsere. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején épülhetett ez az épület bölcsödének, és azóta nem volt nyílászáró csere. A régi ablakok már nem működtek, nem funkcionáltak, balesetveszélyes volt a nyitás, a szellőztetés, illetve hát a zaj és a hideg az bejött. Úgyhogy nagyon nagy örömünkre szolgált. Én azt gondolom, hogy gyerekek, szülők egyaránt boldogok, a tanítónénikről nem is beszélve. A Budapest Airport pedig már felismerte a közeljövőben esedékes munkálatokat, hogy az intézményi és a lakossági ablakszigetelési programok egyaránt folytatódhassanak a jövőben. Mind a lakossági, mind pedig az intézményi ablakszigetelést a következő hónapokban, években is szeretnénk fenntartani és folytatni. Ugye a lakossági ablakszigetelési program, ahogy mondtam, most már 14 éve folyamatosan zajlik a 17. 18. kerületben, illetve Becsésen.